Nem adjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban. Az ország számos pontjáról érkeztek diákok a 14. alkalommal megrendezett az Én Pannonián vers és prózamondó versenyre a Szekszárdi Művészetek Házába. A programot 2008-ban rendezték meg először azzal a céllal, hogy a középiskolások megmutathassák szavaló képességüket. Jócsák Gréta, debreceni Betlen Gábor közgazdasági technikumból érkezett, és Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című művéből adott elő egy részletet a verseny első fordulójában. Azt mondja, közel áll hozzá érzelmileg a mű. Nagyon megvisel az, hogy a határon túli magyarok most más országhoz tartoznak is, nem hozzánk, és ezért is mondtam ezt. A háromfordulós megmérettetés döntőjében a diákok mások mellett Babits Mihály, Pilinszky János és Baka István műveit tolmácsolták az egybegyűlteknek és a zsűrinek. Most már ez hagyomány, hogy az egyik választott szövegnek Tolna megyei kötődésűnek kell lenni, tehát itt született, vagy itt alkotó költőíró verse vagy prózája legyen. A másik az általában évfordulóhoz szokott kötődni. Most mi egy kicsit kibővítettük, mert hogy 21-ben nem volt, ezért a 21-22-es évfordulókat így egyberaktuk, tehát hogy lehetett választani a tavalyiakból is. Összesen 47 diák nevezett a versenyre, ebből egy előzetes zsűrizés után 26-an vehettek részt a Művészetek Házában tartott megmérettetésen. Szekszárdról 4 diák képviseltette magát, de jöttek verset mondani Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról, Moson-Magyaróváról, Esztergomból és Budapestről is.